A sportolók sokszor egész életüket teszik fel arra, hogy a lehető legmagasabb szintre emeljék tudásukat 7 nappal átéve gyakorolva. Azonban mi történik akkor, amikor a felbátorodott amatőrök hívják ki őket pár bajra? Nos, ezek az összecsapások nem mindig mennek terv szerint. Chai Sirisutot, egy valódi feketeöves jiu-jitsu harcost láthattok, aki már megnyitotta saját dojóját, ahol tanítványának adja át tudását. Egy nap azonban egy ismeretlen utcai harcos lépett be hozzá, és kihívta őt egy bunyóra, mondva, hogy szerinte semmit sem ér az ő feketeöve. A mester ekkor félbehagyta az órát, és elfogadta a kihívást, tudva, hogy úgysem fog sokáig tartani a szemléltetés, ami még diákjainak is jó tananyag lehet. Végül senki nem sérült meg, leszámítva a nagy darab kihívó egóját. Ez az egyik legmegalázóbb dolog, ami csak sportolóval történhet. Az FIS, vagyis a World University Games szervezői egy konkrét díjat találtak ki, amit a szomáliai kezdő sprinternek ítéltek oda, aki a világ leglassabb 100 méteres sprintjét szülte meg egy profi versenyen. 20 másodperc kellett neki, hogy végigérjen a távon, amire jelenleg a világrekorder idő 9,58 másodperc, melyet Usain Bolt állított még 2009-ben. Trae Young, az egyik leghíresebb NBA játékos szülővárosába látogatott sikeres karrierje csúcsán, amikor is a helyi nagyszájú kosaras kihívta őt. Kicsit túl sok volt a magabiztosság, de csak pár másodperc alatt ezt Trae teljesen letörte. Az Amerikai Egyesült Államok válogatott női foci csapata csapott össze egy hobbi férfi csapattal, akik évek óta csupán szórakozásból jártak össze rúgni a bört. Mindenki egy nagyon megalázó eredményre számított, amit végül valóban meg is kaptak, de éppen ellenkező formában. A teljesen amatőr férfi csapat nyert a barátságos mérkőzésen, méghozzá 12-0-ra a profi nők ellen. Trundle. Got a hat trick. Murkoff trying to move around. That's gonna be a nice pass. Murkoff takes that shot with the left, and Murkoff and swinging to make that perfect contact. And now Jarvis, there it is. Game over. A Graham Norton Show egyik részében egy boxgépet állítottak fel, amit a jelenlévők sorban megütöttek. A házigazda és a vendégek is kb. 400 és 600 közötti pontszámot értek el erejükkel és technikájukkal, ám ezután következett csak Anthony Joshua, profi ökölvívó, aki egy jobb horoggal kis hián eltörte a gépet, és persze mindenkit leiskolázott. Sean Strickland jelenleg az egyik legsikeresebb UFC harcos középsúlyban, akinek egy-egy edzése gyakorlatilag felér egy élet-halál harccal. Egy feltörekvő boxoló mégis tiszteletlen módon nyilatkozott róla több alkalommal is már, amire válaszul Sean barátságosan elhívta őt egy kis gyakorló boxolásra. Rövidesen a kihívó visszavonta minden korábbi becsmérlő kijelentését, sőt tiszteletét nyilvánította Strickland felé. Shaqról rengeteg mém van a neten, ami azt ecseteli, hogy így néz ki az élet akkor, amikor végeztél a fő küldetéssel, és most már csak a mellékküldikre fókuszálsz, akár csak a videójátékokban. Nos, ezek nem is alaptalanok, ugyanis Shaq nemrég egyetemi diplomát szerzett, elkezdett színészkedni, belekóstolt a brókerek világába, sőt még rendőrségi tag is lett szabad idejében. Ráadásul mindez még semmi, ugyanis a férfi kíváncsiságból még egy úszóversenyre is benevezett, ahol rögtön Michael Phelps-el mérkőzött meg. Shaquille O'Neal rengeteget gyakorolt, sőt, végül még sikerült is nyernie. Oké, persze fontos észben tartani, hogy a férfi persze amatőr az úszás terén, de azért fizikuma jóval a profi úszójé fölött van. Dwayne Wade néhány éve Kínába utazott, hogy népszerűsítse sportját, a kosárlabdát, ahol különböző egyesületeknél tartott bemutatót. Egy alkalommal azonban valaki a nézők közül össze akart vele csapni, amiközben igyekezett felvágni freestyle képességeivel. Ez persze mind szép és jó, de az NBA sztár játszva védte ki a valódi támadást. Larry Wills egy valódi erőemelő legenda, aki képes 305 kg-mal fekve nyomni. Igen ám, azonban még ő is teljesen el volt képedve, mikor egy hegymászó megmutatott
megmutattam, milyen könnyen képes több száz kilót megemelni, annak ellenére, hogy sosem járt edzőteremben. Mondhatni, hogy teljesen idegenben volt a mászó a testépítők között, mégis egy az egyben felvette velük a versenyt, és ugyanazokat a súlyokat mozgatta meg, mint ők. This video should be seen by every bodybuilder in the world. My God. He's doing the same number of reps as us. És ha már szó volt Shaqről, természetesen talált magának egy olyan kihívást is, hogy ringbe szálljon egy valódi boxolóval. A 72 kg-os Oscar de la Hoya nevű visszavonult többszörös ökölvívó bajnokkal ütött össze a 160 kilós O'Neill, aki meglepő módon igencsak jól állta az ütéseket. Sőt, a második körre már erőre is kapott, és néhány brutális erejű ütést vitt be a 45 profi mérkőzés maga mögött tudó Oscarnak. Oké, végül nem Shaqnek ítélték az összecsapást, de szerintem nagyon közel volt, már csak azért is, mert ennyire jól helyt állt egy profi boxolóval. A profi teniszezők szervája meglepően gyors tud lenni, ilyenkor ugyanis a labda akár 250 km per órára is felgyorsulhat. Na hát egy átlagos ember talán fel sem tudja fogni, mi történt, mire a meccs már konkrétan véget is ért. Éppen ezt a teóriát tesztelte legalábbis a GQ, egy amerikai médium, mikor egyik sportriporterét küldték be egy profi teniszező ellen. Serena Williams készítette fel a riportert arra, hogyan kell legalább egy szervát visszaütni, de ezt is csak 7. alkalomra sikerült véghez vinni. Gondolj bele, milyen megterhelő lehet egy teljes pontot lejátszani. 25 méteres úszás, profi vs amatőr, annyi különbséggel, hogy az ember kb. Kétszer akkora, mint ellenfele. Jarvis egy korábbi YouTube legenda, aki az elmúlt években boxolni kezdett, amit elmondása szerint komolyabban vesz, mint bármit eddig életében. Habár valóban egész ügyesnek mondható, tekintve, hogy még csak pár éve boxol, azért mikor Floyd Mayweatherrel ringbe szállt egy kis sparring keretén belül, akkor meglátszott, mennyi hiányossága van. For walking, beautiful. Az asztali tenisz egy könnyen hozzáférhető sport, mivel csak egy asztal, két ütő és egy labda kell hozzá. Nos, ez mind igaz, azonban a magasabb szinteken olyan elképesztő tudással rendelkeznek a sportolók, amik évek kemény munkája nélkül egyszerűen nem elérhetők. Itt a Pongfinity csapat videóját láthatjátok, akik $100 kínáltak egy kihívás keretén belül azoknak, akik egyszerűen csak képesek visszaadni egy profi pingpongos szerváját. Mindenkinek 3 próbálkozási lehetősége volt, mégis 100 emberből csak egy ennek sikerült teljesíteni a kihívást. Előbb Kínában jártunk, ezúttal pedig Párizsban, Franciaországban tartott egy kedvcsináló bemutatót Joel Embiid, egy másik NBA sztár, akit ezúttal félprofi játékosok hívtak ki. Joel viszont, hát nem fogta vissza magát. Bradley Martin egy amerikai influencer és testépítő, aki bár semmilyen harcművészeti múlttal nem rendelkezik, kizárólag 130 kg-os fizikumára alapozva úgy gondolta, képes lenne megverni egy valódi boxolót. Devon Haney-t hívta ki végül, aki 70 kg körül mozog, mégis elfogadta a kihívást. Természetesen egyáltalán nem lehet összehasonlítani a tudást a testtömeggel, ugyanis a felfújt izmok még akár hátrányosak is lehetnek, tekintve, hogy lelassul a mozgás, amire végül egy másik világsztár boxoló hívta fel Bradley figyelmét. Hasonlóan részletesen levezette neki, hogy a nagy tömeg nem véd meg egy jól irányzott, pontos és erős ütéstől, ezért végül Bradley inkább lemondta a mérkőzést, mielőtt megszégyenült volna. Tanulság? Nem mindig a legnagyobb, a legerősebb. Even for me, it'd be hard for me to just come in and just knock you out. You know, I'm gonna try to move, like try to like find a shot. But I mean, if you get me, you get me. Michael Phelps világszinten a leginkább elismert úszó, akinek még csak a bemelegítését is képtelen lenne utánozni egy amatőr úszó. Itt éppen egy átlagos hobbi úszó ellen versenyzett Michael, aki láthatóan visszafogottan állt hozzá a dolgokhoz, mégis dupla olyan gyors volt, mint kihívója.
Nem értem, miért gondolják olyan legyőzhetetlennek magukat a testépítők, itt ugyanis ismét valaki az utcáról sétált be egy jiu-jitsu edzésre, mondván, hogy most ő legyőzi a mestert. Ő viszont helyette egyik tanítványát küldte ellene, aki nő létére játszva legyőzte a férfit, méghozzá most figyelj, mindössze 20 másodperc alatt. A brazil női csapat hatalmas meglepetést élt át, amikor egy Red Bull által szervezett futsal mérkőzésen Neymart hívták meg sztár vendégnek. Neymar's the option. Oh, Susan, some great skills there. Lovely. Here goes Neymar, running from deep. Off he goes. Bár Neymar láthatóan nem akart túlságosan megizzadni, sőt ránézése kb. 10%-ot adott csak bele, azért mégis több alkalommal is sikerült gólt szereznie, és jó pár látványos megmozdulása is volt. Here goes Neymar, search goal. Oh, how about it 2-1 Brazil? James Harden egy középiskolába ment el személyesen, hogy motiválja a fiatal sportolókat, amikor is egy srácot kihívott a közönségből, hogy 1v1-ben összecsapjanak. Hát igen, az eredmény itt látható. Sose, ismétlem, sose becsüld le az időseket. A 86 éves visszavonult korábbi boxbajnok ezen a videón éppen azt mutatja be, hogy a sok évnyi gyakorlást nem kopik ki csak úgy, vagyis simán legyőzött a ringben egy 26 éves MMA harcost egy baráti összecsapáson. Hát igen, esélyese volt a fiatalnak, annak ellenére, hogy fittebb és fizikailag is erősebbnek tűnt. Talán sokan ismeritek a Sidemen csapatot, vagyis a brit foci influencer srácokat, akik egy alkalommal egy válogatott kapust hívtak el, hogy egy kihívás keretében megnézzék, mennyire is nehéz neki gólt lőni. Nos, pár alkalommal azért sikerült pontot szerezniük, de igencsak megizzadtak közben. Head up! Ezzel pedig a mai videó végére is értünk, mindenképp nyomatok egy lájkot, hogyha élveztétek, vagy esetleg érdekesnek találtátok ezt az összehasonlítást. Sőt, ha már itt tartunk, akkor most tekerjetek le a kommentekbe és írjátok meg nekem azt, hogy ti milyen sportot űztök, akár csak hobbi szinten, vagy éppen egyesületben, esetleg élsport szinten. Én személyesen egyébként rengeteg sportot űztem, kezdve a pingpongtól, természetesen a focin keresztül egészen a kosárlabdáig, de valójában ezeket csak hobbi szinten, úgyhogy valószínűleg amatőrként én is legalább hasonló módokon kapnék ki, mint a videóban szerepel. Én viszont most ezzel együtt megköszönhetek a figyelmet, mindenképp csatlakozatok a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és idátni fogjátok a következő izgalmas tartalmakat is majd, amik közül már nem sokára érkezem is egy újabbal, úgyhogy gyertek vissza holnap is, addig is még további szép estét, és sziasztok!